Hát akkor ismételten köszöntök szeretettel mindenkit, de elsősorban Kadlót Erzsébet ügyvédet, jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van velünk. Volt alkotmánybírósági főtanácsadó, mit csinál egy alkotmánybírósági főtanácsadó? Hát amikor én ott voltam, leginkább tervezeteket, tehát mi készítettük a kijövő határozatok tervezeteit, egyeztettük más stábok tagjaival, más alkotmánybírók munkatársaival, a vitás kérdéseket, a problémákat, tehát ez egy abszolút érdemi munka. Általában elfogadta a testület a beadványokat abban a formában, ahogy megkapták? Hát a ügyféli beadványokra gondol? Nem, vagy az önök javaslataira. Hát nem, azért akkor úgy volt, hogy egy-egy kérdést több fordulóban tárgyaltak. Akkor csak teljesülési formátum volt, leszámítva a háromtagú tanácsokat, ahol igazán önkormányzati rendeletek fordultak elő többségében, és az nem volt olyan erős műfaj. Azért kétszer-háromszor megfordult. Viszont nem ez volt a lényeg. Azt tudta az ember az első után, hogy a dolog meritumát, azt eszi-e a teljesülés. Ha azt elfogadták, akkor onnantól fogva már csak cizellálni kellett. Vesztett egy Súlyog Tamást az Alkotmánybíróság és nyert a Köztársaság Elnöki Hivatal. Ki vesztett, ki nyert igazából? Milyen Súlyog Tamás? Súlyog Tamás megválasztása szerintem nem véletlen és szerencsés fordulat. Ezt tudom, hogy tőlem sokan nem várják ezt a mondatot. Gyakorlatilag a kormány egy válsághelyzetben keresette ki egyensúlyozott, konszolidált megoldást. Megtalálta a közjogba beágyazott személy, a közjogi tevékenységét semmiféle botrány nem kísérte, nem közvetlen pártpolitikus, ellenben jogász. Ha lesz idő, kitérek arra, hogy én ezt miért tartom hangsúlyosnak. Van idő. Szerintem vágjunk is bele. Novák Katalin ügye kapcsán szerintem különösen érdekes ez. Igen, én azt látom, hogy ugye a Fidesz nem áll jól köztársasági elnök ügyben, már hogy azért kettő... Háromból kettő bukott, igen. Igen, előbb szűnt meg a mandátum, mint ahogy az kellett volna, és egyik se volt jogász. Úgy tűnik, hogy az a fajta közjogi identitás, amire tegnap utalt is Súlyog Tamás az installációs beszédében a parlamentben, mégiscsak szükséges egy köztársasági elnöknek. Ugye, ami az ő esetében szerencsés fordulat lehet, 5 perccel az Európai Uniós elnökség átvétele előtt, hogy neki van egy krédója alkotmánybírósági elnökként, és az installációs beszédből következően ő ezt fogja továbbvinni köztársasági elnökként is. Ő az alkotmányos párbeszéd jelentőségét mindig is hangsúlyozta. Az alkotmányos párbeszéd más alkotmánybíróságok között, nemzetközi bíróságokkal közösen kialakítani, újra értelmezni azokat a közös pontjainkat, ahol egyáltalán a működésünk minimuma összehangolható. Segítsen abban nekem, hogy értelmező, hogy mennyi mozgástere van egy alkotmánybíróságnak és egy alkotmánybírósági elnöknek. Az ellenzék ugye rendre azt kérte számon, hogy amit a kormánytól kap, azt mindent rezenetlen arccal aláír, elfogad az alkotmánybíróság, minden ellenzéki beadványt pedig eldob. Legyen az egy népszavazási kezdeményezés, vagy egy törvény vitája. Mekkora mozgástere van? Hát a mozgástere szerintem mindegyik alkotmánybíróságnak széles, a mostaninak is. Nem tudok korlátot. A helyzet az, hogy azonban ez egy testületi döntés, ami ott születik, tehát egy elnök önmagában például nem tud megváltoztatni egy 15 főből álló testületet. De erre való a külön vélemény, hogy legalább jelezze, hogy mit gondol. Ez így van, ez ugye már elnöki felfogás kérdése. Különböző elnököket ismertem én az ott tartózkodásom alatt. Volt, akinek az volt a felfogása, hogy nem gyengítjük a testület tekintélyét azzal, hogy az elnök ír külön véleményt. Volt, aki azt mondta, amit ön is, hogy igen, az elnöki krédónak adott esetben külön véleményekben is markánsan meg kell nyilvánulnia. Ez személyfüggő, ebben nem nagyon lehet beleszólni. Súlyog Tamástól köztársasági elnökként mit remélhet a közösség? A közösség azt, hogy egy konszolidáltabb párbeszéd kezdődhet
akár Európával is. Nem véletlenül utalt ugyanebben a beszédben az alkotmányos vita kultúrára. Az nem egy túl idealizált mondás, amit ő elmondott az Alkotmánybíróság működéséről, hanem az tényleg úgy megy, ott mindenki egyedül van a 15 fős elnöki teremben, illetve teljesülési teremben. Pontosan tudja, hogy ő ott nem tudja a médiát becsatlakoztatni, a közmédiát, a tömegeket nem tud az utcára vinni egyik napról a másikra, mert hogy szolgálati titoktartási kötelezettsége van. Tehát ott azért kell a vitakultúrának egy olyan szintre jutni, hogy holnap is be kell jönni ugyanebbe a terembe, holnap is meg kell tárgyalni ügyeket, adott esetben az én ügyemet, és hogyha én mindig egy ilyen intranzigens módon állok minden egyes tervezethez, akkor a számomra fontos dolgok sem fognak átmenni. Viszont reagált távolságtartóan és elegánsan Novák Katalin ügyére tegnap a parlamentben, a beszédében, mert hogy azt mondta, nem megnevezve a konkrét ügyet és az elődjét, hogy ő a transzparencia, az átláthatóság híve a kegyelmi ügyekben is. Én szerintem ez már egy jól megfontolt elnöki elhatározás, nyilván a tanácsadókkal megkonzultálva. Ebből a darásfészekből, ami ez a kegyelmi ügy okozott, csak így lehet kijönni egy ilyen felfogással. Gondolom, őneki konkrét elképzelése is van arra, hogy milyen törvénymódosítást fog benyújtani, hiszen köztársasági elnökként van mozgás. Visszamenőleg az elődjének a döntéseit nyilvánosságra hozhatja? Hát én szerintem nem. Nem elegáns? Nem. Nem is elegáns, meg akkor azért egy közjogász, egy alkotmányjogász szembesüljön azzal, hogy a visszamenőleges hatálytilalmát vagy megsértem, vagy nem sértem. Mert hát sokan követelik, hogy legyen érthető, hogy mi történt itt az elmúlt két évben köztársasági kegyelmek ügyében. Van egy köztes megoldás, amikor le lehet fordítani azokra a közszereplőkre, a nyilvánosságra hozatali részt, akik benne voltak az ügyben. Hogy mindegyik kegyelmi ügyet nyilvánosságra kell lehozni, az már egy következő lépés. Ez még így nem hangzott el követelésként, mert nyilván vannak benne olyanok is, amelyek nem szenzitívek. Ugyanakkor én azt nehezen tudom elképzelni, hogy Súlyog Tamás ebbe gond nélkül belemenne, hogy az összes kegyelmet hozzuk nyilvánosság. Még egy dolgot hadd hozzak szóba, Trócsányi Lászlót. Ugye bejelentették tegnap, hogy ő lesz az Alkotmánybíróság új elnöke, ami azért is érdekes, mert szóba került a neve állítólag köztársasági elnök jelöltként is, aztán ez lett az ő útja. Trócsányi milyen alkotmánybírósági elnök lesz? Hogy látja? Hát ugye azért egyelőre alkotmánybírónak választják, értem én, meg én is úgy gondolom, hogy nem véletlen ez a gyorsaság, ott csere itt, csere hát ott. Persze. Tehát, hogy milyen elnök lesz, nincs tanuló ideje, hiszen volt alkotmánybíró, van vezetői gyakorlata, én nála nem látok olyan markáns területet, ahol ő nagyon eltérne a jelenlegi irányvonaltól. Aztán lehet, hogy meglepődünk, nem az ő személye irányában, hanem az ő személye funkciójában, lehet, hogy aztán mégis csak más lesz az elnök. Ez ügyben lehetnek önjelöltek? Hát önjelöltek mindig vannak, várakozások is vannak, attól függ, hogy kikivel szimpatizál. Én nem szimpátia alapon gondolkodtam azon, hogy akkor Súlyog Tamás után ki lehet a következő elnök. Amíg meg nem jelent a Trócsányi neve, addig én egyértelműen azt gondoltam, hogy Patyi András azért lett oda víve, hogy ő legyen a következő elnök. De ez egy elemzés volt, ez nem várakozás, meg nem szimpátia vagy antipátia. A Trócsányi megválasztása az szerintem egyértelmű üzenet, hogy neki kell lenni, és ebbe is van egyfajta békülési irányvonala az unió felé szerintem. Lehet, hogy én túlságosan jóhiszemű vagyok, mert azért ugye Trócsányinak van egy széles nemzetközi kapcsolati hálóját, ő azért volt a Velencei Bizottságban, volt nagykövet két helyen, tehát azért
be van kötve nemzetközi hálózatokba, be van csatornázva. Kapásból nem az lesz az első reakció, hogy fogást keresnek rajta. Igen. Lehet, hogy ez most fontos, főleg az uniós elnökség előtt. Kardló Erzsébet, az Alkotmánybíróság volt főtanácsadója, ügyvéd volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.